Na hát sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb csodálatos, fantasztikus, epikus részben. Ez a rész egy kicsit más lesz ugyanis, mint ígértem, el kéne vinni após járatot egy próbakörre. És hát Tivadarral a kamera mögött. Igen, nem egy levegő. Wi-Fi-s kamerám van, tudod, a levegőbe. Tivadarral úgy gondoltuk, hogy meglátogatjuk MHV Tamás és Ádám barátunkat. És hát nyilván, mint jó vendégek, nem érkezünk üres kézzel, úgyhogy Tivadar, légy szíves, mutasd meg, hogy mi a faszt fogunk elvinni. Különböző mustár GSI alkatrészek. Tominak viszünk néhány kannát. Kaniszter. Közben Tivadar lootolt egy pár cuccot, mert a padlásról lepakoltunk, és hát Tivadar igényt tartott egy ezekre a villamossági dolgok. Tivadar lootolt egy kicsit. És hát igen, mint látjátok, após járat túlképzett arra, hogy ennyi mindent el. 8 hullása a gépjármű. 8 hullása a gépjármű, így van. Úgyhogy, de mindjárt cserélünk egy helyet. Tivadar, te meg feküdj be és mutasd meg, hogy mennyire. Annyira erotikusan. Most lehet? Én nem állítottam. No kérem. Oda néz. Aludni lehet a gépjárműben. Azaz. Tudod, ez úgy néz, mint egy szexhirdetés. Ruf Micha 0066 akt. Ich mache alles. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Azért mekkora vagy? 1,85 körül. 1,80. Hát most igazából meg lehetne oldani, hogy elférje. Amúgy simát lenne egy párna egyébként még bőven. Figyelj, a hátsó ablakra felraknánk neked egy ilyen kis szólost képernyőt, azt még lehetne filmezni is. Teljesen jó. Hallod? Aztán. Na, úgyhogy igen, tehát após járat így különböző minden befogadására is alkalmas. Viszont azt elmondom, hogy ez a videó az két részből fog állni, ugyanis most elmegyünk Tomiékhoz, leteszteljük após járatot, hogy minden fasz el vele, mert ha le akar rohadni, akkor most rohadjon le. Lehet, hogy majd félúton följük Tomit, hogy Tomi, lerohadtunk. Nem? És akkor rá egy hétre visszük apósnak valóban az autót. Úgyhogy ez most csak egy ilyen tesztkör lesz, de valószínűleg ezt egybe fogjátok majd látni. Na, hát hányjuk be a sok szart a kocsiba. Kecs, be fog férni. Ja, és Tivadar, visszaadom addig a kamerát. Mutatok a kedves nézőknek egy indítást, hogy meghebrákoltuk a kipufogót. Mit? Oké. Véletlenül lepauzéztem. Erre, hol a kulcs? Fingom sincs. Ja? Mi a zsebem? Így állok. Így. Erre, csak kipakolok, nem tudok beülni, mert egyesben van az autó, és ugye hát mivel lejt, azért így annyira nem. Jaj, bassz meg! Idegindítás. Mert? Ó. Abszolút vállalható hangja van. Nagyon jó. Minden még jó? Még oda lépek ki? Nem lyukas a kipufogó. Minden fasza. Tökéletes. És ezért mutasd meg a színre folyt tükröket, hogy most már igényesen is nézünk ki. A festés az igénytelen, de legalább valahogy messziről jól néz ki. Meg a hűtőmoszk. Nagyon jó. Na, úgyhogy igen, egy dolgot kell még megcsinálni, a dísznécet vissza kell ragasztani. Az egy kicsit leszakadt. Az leszakadt. Úgyhogy azt kell még visszarakni, de amúgy abszolút vállalható az autó. Így van. Hallod, így sincs rossz hangja. Nincs, egyáltalán nincs. És nem lyukas a kipufogó, tehát harap az 1.6. Azaz. Na, jó van, tényleg haladjunk, mert nem érünk oda Tomi a soha be se pakolni. Majd útközben jelentkezünk. Na, srácok, még gurulunk. Apósjára tartja az iramot. A lomok még hátul ott vannak. Közben történt egy vezetőcsere, és engem Mitfarerré lefokoztak. Számüsztél, mert Tivadar mindenképp szerette volna kipróbálni a gépsárkányt. Így van. És após járat még tartja, azért 90%-ast azért teszi. Tivadar, érzel valami rendellenességet? Nem. Nem? Minden oké. Okay. Minden fasza. Itt vagyunk kint a pusztába, hupálkodunk, bazd meg. Milyen hupálkodunk? Hát kicsit az ablaknál a tömítés ott ereszt, úgyhogy van egy kis szélzaj. Gyünacuk. De mindegy. Úgyhogy tartunk nagy erőkkel Tamásunkhoz. Csak gondoltam, megmutatom, hogy a gépjármű az még üzemképes. Még nem rohadtunk le. Még nem. Nagyon jó. Hőmérsékletek minden jó.
Na jó van, majd bejelentkezünk még Tomitól. Na, srácok, após járat leérkezett. Tomi, ne videózzál már, mi faszt videózol? Jaj, mindeseket. Pofára esett a pajtalmat. Pofába esett. Hello, Tomi. Influencer. Meghoztuk neked. Uh-huh. És te mit csinálsz? Mesélj. Ez mi lesz? Ez V8. V8? Aha. Ami a pokolban is V8? Aha, még a Jaguarban is. Szedem szél a csapályos V8-as motort, mert vannak itt gondok rajta. Ezt már mutogattam a saját videómban, milyen szép kreppapírból van a vízcső. Tehát ez mindegyiken szar. Úgyhogy lesz vele még munka. Aztán, hogyha most ezt én leveszem, akkor megnézem, hogy mi van szelepfedelek alatt. Valószínűleg vezérmű tengelyek. Uh-huh. Jó esetben. Aztán fel lesz fordítva, és megnézzük, hogy milyenek a csapágyak, mert jelenleg a blokk az nem mozog. Így. Az egy pöppet le van csapágyasodva. A sztori az, hogy hazafelé tartott vele az úriember egy meg nem nevezett budapesti Jaguar szervizből, lecsapályosodott a gecibe. Uh-huh. Autópályán. Indokolatlanul. Indokolatlanul. Úgyhogy egyébként orvostulajos autó. Milyen? Orvostulajos. Orvostulajos. Nem dohányzó hölgy. Tényleg. Tényleg orvostulajos. Ja? Hát. Csak mondom, hogy milyen jó autók vannak orvostulajosként, de... Milyen szép motortartód van. Ja, igazából ennek a típusú motornak két problémája lehet. Igen? Főtengelycsapályosodás, meg a hengerfejesedés. Meg az, hogy eddig nem volt ilyen motorod. Egyrészt, másrészt meg ez csapágyas, az a hengerfejes. Jó van. Na, srácok, csak bejelentkeztünk, hogy ide értünk épségbe, nem rohadtunk le. Uh-huh. Tominak megnyalogattuk a V8-asát. Is. Is, többek között. Tivadari telcsöppen közbe. Jó van. Szóval rájöttetek, hogy mégse az a négy henger azért. Hát azért, egy sor négy henger azért az, na. Egy négy hengernél két négy henger jobb. Hát igen. Nem mindegy, nem, ilyenekkel nem. Jó az egy-kettes. Na jó van, mi porulunk tovább Ádámhoz, és onnan szerintem nem jelentkezünk, majd csak otthonról. De még nem rohadtunk le, az mindenképp pozitív. Na jó van, szia Tomi! Nagyon jó. Na. Jó napot kívánok! Kezi csókolom! Utazunk! Nem haltunk meg! Após járat még gurul! Még működik minden! Voltunk Ádámnál is, de Ádám annyira most nem szeretett volna kamerát. Jézus, mekkora forgalom van! Itt halunk mind, baszd meg! Megy az autó! Eddig 160, minden, okay. 160 kilométert raktunk bele a mai nap folyamán. És annyi tolja neki. Ja, szabályosan 90-nel. Igen, csak szigorúan. És már előztünk is após járattal. Így van. Úgyhogy közben belútultunk egy kis vacsorát. Megy itt a kaja, kis hambi. Gyerekek, ha új kéren jártok, álljatok meg a kamion parkolónál a hamburgeresnél. Bazd meg, óriás hamburger 1950. Nem, a óriás sajtos hamburger 1950. Brutális. De olyan, hogy három hús van benne. Mi ezt Ádámtól tudjuk, úgyhogy Ádám, köszönjük a tippet. Leinformálódtunk, így van. Úgyhogy toljuk neki. Megy a szekér, így van. Szerintem itt elvágjuk a videót, és hát ugye, mint mondtam, ebben a videóban az lesz, hogy majd látjátok azt is, amikor visszük le a kocsit. Yep. Apusnak, úgyhogy Sopron Horpács. Jézusom a forgalom. Szembe jövök, meg azt hiszik, bazd meg, hogy trafizó. Az a kamerával. Vigyázzatlan, jövünk. Vigyázzat. Jön a rendőr osztra. Így van. General, milyen B-vektra van ott. Na mindig. Ja, na, szóval srácok, szerintem itt elvágjuk. Após járat remélhetőleg hazaér. Hát egy 30 kilométeren belül hazaérünk, úgyhogy megbassza, hogyha itt rohad le. Így van. És akkor majd folytatjuk az epikus levit ellen. Úgyhogy mostanra elköszönünk, és majd valamikor jelentkezünk. Ja, jocakát. Forog. Ja. Lát, csodálatosan, epikusan, mese szép jó reggelt kívánok mindenkinek innen a garázsba, és megint az indokolatlan Tivadar írja itt az indokolatlan papírját a garázsba. Megint papír íródik. Te mit csinálsz? Én magamat próbáltam volna bejelenteni. Fordítsd meg! Nem jött össze. Vagy fordítsd meg a kijelzőt leginkább. Jó reggelt! Vaslédi is itt van. Vaslédi a nénikédet, nincs rajtam bőrnadrág. De bőrcerkó van, bazzag! Add ide! Ezt megmutatjuk. Jaj, de jó! Oda nézd, bőrgatja nincs. Jó reggelt! Bőrgatja nincs.
De a súranó megvan, bőrkabát megvan. Oda nézd, de gyukel vagy testvérem. Honvédségi súranó, kicsit soras, mert szar az idő. Oda nézd. Na, szóval srácok, após járat eltávozik tőlünk. Igen, mi van ma? 2013, 4. hó 15, reggel 3 óra. 3 óra 12 perc. Már csúszásban vagyunk, de fosni rá. Jó. Ja. Szóval, mielőtt valaki beszólna, hivatalosan nyomjuk, mivel karavánba, konvojba nyomjuk. Úgyhogy Tivadarnak írtunk egy kölcsönadási papírt, hogyha a rendőrnek esetleg... A rendőrnek ő szimpatikusabb lenne, mint én. Igen. És akkor Tivadar, nem tudod azt mondani, hogy loptad az autót. Igen. Picsába, mi? Ezt elbasztuk. Picsába. Ja, és megmutattam, olyanok leszünk bazd, mint a Top Gear. Meg minden, azok walkie-talkie-ban nyomjuk a communication-t. 3 kilométer hatótávon is távolodhatunk egymástól, minden fasza. Így van. Tivadar elmegy, Veszprémén dob egy jobbost, mit tudom, hogy kiköt Miskolcon, a faszom tudja. Megyünk Balatonra, picsába. Figyelj, ebben még aludni is tudtak, összebújtok hátul, aztán kész. Bújjon össze a faszom. Első ülést eldöntöm a picsába, ha ma annyira aludni akarok. Na, szóval mindent bedobáltunk kapósjáratba, amit úgy gondoltuk, hogy érdemes levinni. Igen, mert ebbe az útban még lesz egy-két kanyar, mert nyilván, ha ma arra a régióra megyünk, akkor már viszünk, hozunk cuccot, mert hát miért is ne. Ha már karaván. Ha már karaván. Jó, hát a karaván csak Szentesig jön velünk. Sajnos. Visszafele majd nyomorgunk egy kicsit. Hát majd újoncba összebújunk. Hát az... Legalább fáz nem fogunk. Figyelj, bőrülések vannak benne, casting kanapé. Ebből már jó, nem jövünk ki, gyerekek. Na, úgyhogy papír megírva. Még eltolunk még egy cigit szerintem. Elmegyünk, még tankolunk. Após járatban elősen piros a mutató. Jó, csorosági jelző kivilágít. Megnézzük a guminyomást, mert megint egy hete itt van az autó, aztán kurva nem tudom. Meg ez egy hosszú út előtt meg kéne nézni. Nem árt. Ja. Kettőt azért hagyjuk már bele. Faszomat, 2-6-ra fölbasszuk a súrra. Mit csinálsz? Nem, de ezt kivágjuk. Szerintem ez gyorsan sipott ki. Nem, mert 2-8 lesz. Lerobban a gumi. Bazd meg, esik az eső, fölfújjuk a kereket, akkor siklik a vízen. Hamarabb odaérünk, nem? Vagy az első kanyarban ugrunk az árokba. Nem. Vagy megkóstoljuk az alagkorlátot esetleg. 2-2-2-3-ot belebaszunk, azt kész. De szerintem egyébként tartja a nyomást. Gyári nyomás értéke 2-2 ezer faszrának. Valahogy úgy. Meg újoncét is meg kéne nézni a biztonság kedvéért. Na, jó van, eleget faszkodtunk, elmegyünk tankolni, meg kerékét pumpálni. Ezt majd útközben jelentkezünk, mert Vaslédi az Tivadarnak az utitársa lesz. Úgyhogy ők így... Van a kocsiba pendrive, raktam rá nektek külön romantikus zenéket, hogy... Jaj, de jó! Fasza! Én hoztam Bluetooth hangszorút a biztonság kedvéért. Majd D1-be, hogyha hátul bepárásodik ez a... Jó, mert... Na jó, ezt már tényleg nem mostjuk le magunkról, gyerekek. De egyébként tök jó, ti úgy mentek. Én töltöttem le magamnak podcastet, úgyhogy nyugodtan tudom hallgatni. A Speedzone-nak le vagyok maradva a podcastjével, arra a múltkor csináltak. Azzal én is le vagyok maradva, vagy 4-5 adással. Én nem 4-5, engem csak ez a most, amit csináltak, a tuning, meg a mit tudom én miről. Az a része érdekel. Azt én bejelöltem megnézendő videónak. Ja, meg letöltöttem, hogy 10 happy hour részt, úgyhogy... Na jó, az úgy. Kezdve tenni a Sanyihoz egy izét, egy FM transmittert, mire állunk. Hogyne, két kilométerre meg közvetíti az adást, nem bazd meg? Az igen. Jó FM transmitterrel át lehet vinni. 2 kilométert? Aha. Jó, az az a kocsiba. A te FM transmitteredet hagyjuk inkább. Na, jó, elvágjuk, elindulunk, azt haladjunk magunknak előre. Az nagy... Jó napot! Haladunk stabil 110-zel. Majdnem 120. Majdnem 120. Sanyikánk ott megy elő újonccal. Jó a buli. A rádió az nyista. Úgy döntött az antenna, hogy no, ő nem szeretni, no. De amúgy minden rendben van. Ti van a vélemény a gépjárműről? Működik. Jó sikerült, jó lesz. Ja. 115 teljesen simán tartjuk. Másik kombi is. Ott megy a márkatárs, ott megy, ott szalad. Sanyi azt hiszi, mi elnyúlja együtt kart. Na jó van, gyerekek. Jó van, gyerekek, majd bejelentkezünk, hogyha történik valami izgalmas. Stabil 120-at is bírja. 120 teljesen jól megy neki, meg se kutya. Minőségét inkább hagyjuk. Gyerekek, jó a buli, fos az út. Ez a kurva anyja meg még mindig esik.
de haladgatunk szépen. Micsoda kigyorsításokban vagyunk itt. Irány a belső sáv. Csokkolom, jó napot! Hello, hello! Még így élünk. Hol a faszom? Simon Tornyánál vagyunk. És még a gépjármű egyben van. Nem hullott szét. Még él. És hallod így? És azért felhívnám a figyelmet, hogy a lökhárítókat cipőpasztával kezeltem le másfél hete. És azóta folyamat esik. És rajta van. Szerintem jó az eredmény. De Tivadarnak kéne inkább nyilatkoznia, mert most már azért mennyi? 220 kilométerrel vezetett kb. Körülbelül. És? Mi a vélemény? Igazából hibamentes a gépjármű. Nem fog szétesni? Nem. Tökéletes. GPS szerint még van egy 170 kilométerünk. Ja. Az útról. Unalmas. Hát az előfordulhat. Mindjárt alszom egy út. Mindjárt megérkezünk itten benzinkúton, kafézunk egyet Sándorunkkal, aztán megyünk tovább. Na benzinkútról majd bejelentkezünk, gyerekek. Még mindig nem rohadt lesz a kérés, nincs pedig valami. Megjött.
község. Mit? Megyen a dolog. Na, leértünk Csongrádba, Csongrád vármegyébe. Vármegye, bazd meg. Levit már láthattátok videókban. Sziasztok. Hello. Két éve voltam? Szerintem két éve. Két éve. Na de, hogyha már itt vagyunk lent, akkor hoztunk neki ajándék, gesenk. Ahogy itt a Vaslédi mondaná. Gesenkbite. Hoztunk neki TL Frontot, mustárról, de mustárra nem kerül vissza. Tessék, Levi. Köszönjük szépen. Egy átadás. Na jó Isten, fizesse meg. Egyébként majdnem rajta itt a mustár rendszámát is. Valamelyik nap jutott eszembe, hogy ezért, hogy mondom, az kéne. Az nekem lehet, hogy kéne. Na hát a kapós járatot meg visszaalakítjuk valami normális kinézetűvé, mert most megyünk még tovább. Úgyhogy az első pit stopunk megvan. Az meg azért jó időt futottunk. Ja. Ami azt jelenti, hogy szar időt futottunk egyébként, mert szakadt az eső egész hajnalba. És tudtunk jönni, vagy 60-nal, meg 70-nel. Faszomat. Zseniális. Hát ez kibaszott jó volt. Jó van, srácok, szerintem itt végzünk. Beszélgetünk még egy kicsit Levivel, meg megnézzük, van egy TR-je, amire nyilván föl fogja rakni ezeket a csodás dolgokat. Még ma fölkerül. Még ma fölkerül? Ja. Elvileg a rögzítők azok jók rajta. A lökhárítón, meg ennek sincs eltörve semmi, ha jól tudom. Talán igazából csak föl kell dobni a helyét. Egyébként igen. Van a pattan, azt hiszem. Ja, mondjuk mustáról jól nézett ki. Mindig? TL Front mindig jól néz ki. Igen. Na, jó van, akkor Szentesről megjelentkezünk, mert innen mennyi? 10 km? Szentes? 12. Jó, úgyhogy a következő bejelentkezés onnan lesz. Na, srácok, Szentes City on, itt vagyunk, és hát megérkeztünk a második megállónkra. Jó napot. István vagy Pisti, nem tudom, hogy melyiket szeretném. Vagy a Coopert inkább? Most Lady még mindig velünk van. Találkozhatatok vele már a komment szekcióba, illetve szerintem live-okon, premiereken valahol. Nem hiszem. Hát Cooper néven megtaláljátok a kommentelők között. És hát a mai nap margójára Tivadar itt mutass egy premier plant, hogy milyen helyekre érkezünk el már megint. Mert mindig ilyen helyekre érkezünk. Na, forog újra. Lehet tovább akkor. Na, itt vannak a dobok. Premier plánba itt mindent, tehát azért vannak elvetemült nézők. Tehát itt a panóniától kezdve itt minden. Azért ez a mai kirándulás, az megint egy szép hely. Azért jó ilyen emberekkel találkozni. Ja. De ez is egy Trabant, nagyon amíg meg sem néztem, ugye? Egy Trabant. Trabant, ja, mert csak azt látom, hogy fel van borítva. Ja. Hegesztődik. Finom. Hát az, menjünk ilyen, mutassuk meg, hogy mit kaptunk Ajeszba, mert még Ajeszt is kaptunk. Ajándék. Vaslédi, művésznő, mutasd a gesenket. Mutasd be a gesenket, hogy mit kaptunk. Ja. Robor kormánymű. Ja igen, ezt egy Ádámnak megígértük, hogy elvisszük. Mert kaptunk. Nagelnoje. Koptutogumi. Az mindig jó. Hát az, igen, főleg vagy felújításnál. Mustára jól fog kinézni. Ádámnak egy gyűjteskapcsoló. Meg ez milyen könyv? Minek a könyve? Krasz 2. Ja, krasz? Ádám, viszünk neked egy kis izét. Olvasnivalót. De ha más nem, akkor... Persze magyar nyelven. De ha más nem, akkor a kollekciódban jó lesz. Mint látjátok. Belsője az teljesen jó állapotban. Ungarisi nyelven. Ja, nem szabad így beszélni, megkaptam kommentből, hogy mekkora fasz vagyok, hogy így beszélnek. És? Vagy nem, mintha érdekelne, csak mondom, hogy... Ungarisi ungribúj. Megkaptam, hogy mekkora fasz vagy, hogy... Hogy mit kell tisztelni, hogy this is, meg ez... És? Visszaírtam nekik, mit kell engem nézni. Úgyhogy Ádámnak viszünk egy robot kormányművet. Csak hogy jó legyen a napja. Mert az mindig jó. Mert az mindig jó, hogy van a háznál. Nehéz meg. Pálinkát elraktátok? Igen. Helyes. Sziasztok. Jó utat. Na, srácok, mint látjátok, após járat leszállítva. Megérkeztünk,
úgyhogy a foglalkozás elérte célját. Úgyhogy megyünk, aztán átadjuk az új tulajának. Úgyhogy érzékeny búcsút veszünk tőle. Tivadar már egész napot vele töltötte. Én is. Te is vele töltötted? Nyilván te is vele töltötted. Mi meg majd még hazafele bejelentkezünk, mert a lútot még le kell szállítanunk, ugye? Na jó van, majd a kocsiból jelentkezünk, úgyhogy após járat az itt marad. Szentes Cityből. És snitt. Egy búcsút vettünk Após járattól, és hát éppen tartunk hazafele, valahol hol a faszomba vagyunk. Enyink környékén járunk. Hát nagyjából. Enyinknél járunk, igen. Kicsit késő az idő. Kicsit megcsúsztunk, mert hát az alföldi vendégszeretet az mindenhol, mindenhol kedves volt. De azért Tivadart kell megkérdezni, mert ő még nem járt az alföldön, hogy mit szólt a látottakhoz. Ez. Érdekes volt. Ez hogy érdekes volt, beléptél a kapunkba, az meg kaptál pálinkát. Hát azt nem én kaptam, mert én nem iszok. De nem kínálták, úgy mondom. Jó, jó. De nem, tehát azért, na. Na mindegy, most egy élmény. Most még toljuk magunkat, Ádámnál gyorsan megállunk, kiadjuk neki a kormányművet, hogyha megnyílt a Rocky Tuning házhozszállítás, futár és egyéb kézbesítő BT. Úgyhogy, ja. Hát GPS szerint még 135-re vagyunk Sárvártól, úgyhogy Ádám, jövünk, hozunk neked kóstolót, meg hozunk neked kormányművet. Úgyhogy összességében, nem tudom, én kurvára sajnálom a kocsit, hogy ott hagytuk, nagyon megkedveltem. Jó kis autó az. Hát az. Figyelj, ma szó nélkül bazd meg lement izét. Mennyit jöttünk, 350-et? Valahogy úgy. Szó nélkül, hallod, egy kurva mukja nem volt. Morsoljunk el érte egy könycseppet. Egyébként igen. Nyomjatok F-et a megjegyzésbe. Tudod, mint a Call of Duty-ba. F-et a megjegyzésbe. Na, mindegy, srácok, toljuk tovább. Csak gondoltuk, bejelentkezünk. Aztán szerintem Ádámnál nem videózgatunk, mert haladni kéne haza a picsába. És ja, majd még max a garázstól bejelentkezünk egy búcsú erejéig. Na, addig is majd. Vágd el. Mi az az? Na, srácok, túra lezárult. Hazaértünk, igenis, mint látjátok, kivilágosodott. Igen, ez már másnap veszem föl, mert hát vasárnap hajnal 1:30-2-kor értünk haza. Igen, igen, most ha valaki beüti, hogy Sopron-Szentes távolság, az nem ennyi. De Ádámnál kicsit elidőztük a történetet, és hát ja, beszélgettünk, és kicsit megcsúszott az egész, és hajnal 1:30-2-kor sikerült hazaesnünk, de abszorváltuk, Após járatot elbúcsúztattuk, érzékeny búcsút, hazafele egész hiányérzetünk volt, hogy Csongrádnál megszólaltam, hogy bazd meg, mintha valamit ott hagytunk volna, bazd meg a kocsi! Nem, tényleg, egyébként jó volt, szép volt, minden, vége. Na, hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, köszönöm szépen, szóval másnapi fáradtság. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebbe az egész történetbe. Örültem, hogy Levivel újra találkoztunk. Coopert is örültünk, hogy megismertük. És tényleg mindenhol ez az alföldi vendégszeretet, ez nekem nagyon hiányzik a mai napig. Igen. Na, jó, tényleg Após járat történet. Ennyi volt. Ha tetszett a videó, egy feliratkozás, lájkot mindenképpen megköszönök. Instagram, Facebook rendelkezésetekre áll, Madaros Facebook szintén, ergo Twitter, tudjátok, nagyon jó, TikTok még mindig nincs, mert egy buziság, és hát a következőben valamivel folytatjuk, de ó, bassza meg. Tehát azért gyerekek, kezd belekezdeni egy autó idézőjelbe autó felújításba, közben már kiszállok, mert kurva meleg van a kocsiba, és hát ez így. Ez így annyira nem buli, úgyhogy következőben találkozunk, hogy ja, faszom, ne, nem.